Magyarország és Európa számára sorskérdés, hogy Egyiptom meg tudja védeni a határait, ezt mondta Orbán Viktor miniszterelnök, miután az egyiptomi államfővel egyeztetett Budapesten. A kormányfő elismeréssel szólt arról, hogy egyiptomi területről 2016 óta nem futott ki migránsokat szállító hajó, ez pedig nagy hozzájárulás egész Európa biztonságához. Az egyiptomi elnök úgy fogalmazott, Orbán Viktor jól látja és érti Egyiptom térségének ügyeit, és tudja, miként kell kezelni azokat. A keddi V4-es kibővített tárgyalások után szerdán kétoldalú megbeszélésekkel folytatódott az egyiptomi elnök budapesti hivatalos látogatása. A megbeszélések utáni sajtónyilatkozatában Orbán Viktor azt mondta, a két ország között nincsenek vitás ügyek, és mindketten keresik az együttműködés elmélyítésének lehetőségét. Ilyen fontos ugye az illegális migráció elleni küzdelem. Egyiptom egy bizonyíték arra, hogy ha van akarat, akkor mind a szárazföldi, mind a tengeri határok megvédhetőek. A miniszterelnök kiemelte, csak a legnagyobb elismeréssel lehet arról szólni, hogy 2016 óta migránsokat szállító hajó nem tudott kifutni egyiptomi területről, ami nagy hozzájárulás Magyarország és egész Európa biztonságához. Berlin biztonsága nem a berlini külvárosoknál kezdődik, Párizs biztonsága nem a francia-német határnál kezdődik, Brüsszel biztonsága nem a brüsszeli külvárosoknál kezdődik, hanem a szerb-magyar határnál kezdődik, és egy tágabb összefüggésben ott kezdődik le Egyiptomnál. Egyiptom szárazföldi és tengeri határainál. Sorskérdés Magyarország és Európa számára, hogy Egyiptom meg tudja védeni a szárazföldi és a tengeri határait is. Orbán Viktor leszögezte, Magyarország az Európai Unióban képviselni fogja, hogy gyors döntés születhessen a migráció visszatartásához szükséges egyiptomi erőfeszítéseket támogató akciókról. Valamint azt is, hogy a nílusi ország hozzáférhessen modern határőrizeti technikákhoz, amelyeket jelenleg még nem tud megvásárolni. Abdel Fattah el-Sisi arról beszélt, az illegális migráció megállítása Egyiptom számára is fontos, ehhez azonban szükség van az Európai Unió támogatására is. Az egyiptomi elnök azt mondta, Orbán Viktor jól látja és érti Egyiptom térségének ügyeit. Ha szükség van arra, hogy feltartsuk az illegális migrációt Európa irányába, akkor mindenképpen vissza kell adni azoknak az országoknak a stabilitását, amelyek jelenleg instabilak, amelyek tengerpartjait használják fel ezek az illegális migránsok, hogy Európa irányába elinduljanak. Ez nem csak Európa biztonsága miatt fontos, hanem ennek van egy morális, emberi és erkölcsi dimenziója is. Nem szeretnénk, ha emberek fulladnának a tengerbe, mondta az egyiptomi elnök. A tájékoztatón szóba került a két ország sikeres gazdasági együttműködése is. Megemlítették, hogy jelenleg is folyik annak a több mint 600 vasúti kocsinak a gyártása Dunakeszin, amelyek az egyiptomi vasúttársaság vonalain teljesítenek majd szolgálatot, de tervezik azt is, hogy karbantartó és gyártó részlegeket is telepítsenek az afrikai országba. Abdel Fattah el-Sisi a megbeszélések végén bejelentette azt is, hogy meghívta Orbán Viktort Egyiptomba az új közigazgatási főváros felavatására.